Az elmúlt években megszokott nyári esemény volt Kárpátalján a Pál család által még a 90-es évek elején életre hívott tiszapéterfalvi népzenei, néptánc és kézműves tábor. Mindez idén sem maradhatott el, azonban az ukrajnai háború miatt a rendezvényt ideiglenesen áttették a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborba. A forgatókönyv a régi, megszokott kárpátaljai fegyelemhez van kötve, délelőtt-délután oktatás, szünetekben szórakozás. Nagyon jók a tanárok, nagyon jó itt lenni, mert mindig úgy van beosztva az óra, hogy nem fáradunk el, vannak jó programok. Most ugye felmentünk a hegyre is, mentünk a hídra, szóval nagyon jó itt a tanítás meg az egész tábor. Kicsikét félelmetes volt tényleg, de amúgy ajánlom mindenkinek, mert ezt a szép kilátást senki se fogja átélni kamerán. Idén több száz gyerek vesz részt a táborunkban, mint több évekhez hasonlóan, hiszen nagyon fontos az, hogy az otthoni körülmények között, amiben vannak, hogy egy kicsit kiszakítsuk őket, adjunk valami plusz élményt ahhoz, amit ők egész évben átélnek otthon, hiszen akármilyen nehezek a körülmények, akármilyen mostohák, ők akkor is járnak próbára, ők akkor is megvalósítják azt, amit úgy elvárnak tőlük az oktatóik, elmennek versenyekre, tehát tényleg végigcsinálják az egész évet, és azt kell róla tudni, hogy ez a tábor voltak éppen nekik egy jutalom tábor azért, hogy egész évben keményen dolgoztak. A néptánc táborban 28 évvel ezelőtt még többségében magyarországi oktatók vettek részt. Akkoriban ugyanis még nem voltak képzett mentorok Kárpátalján. A kitartó munka gyümölcse azonban mostanra beérett, hiszen már az akkori táborlakók is oktatnak. Amikor azt látják, hogy foglalkozva van velük, tehát folyamatosan az ember foglalkozik velük, mutatja nekik, és ő is csinálja, tehát látják azt rajtunk, mi is emberek vagyunk, de ugyanúgy mi foglalkozunk velük, és mi egy húzóerő vagyunk, akkor azt látni, hogy ők azért ezt szeretik csinálni. Azért jöttem ide, hogy tanuljak, hát, hogy jól érezzem magam, meg a barátaimmal legyek. Szeretek harmonikázni, sok mindent tanultam itt, és örülök, hogy itt lehetek. Az a álmom, hogy visszatérjünk, ahol kezdtük, Kárpátalján foglalkozunk, mert a gyerekek, itt is a 90% a gyerekeknek kárpátaljai, de nagyon örvendetes, hogy magyarországi gyerekek is vannak, akik jönnek, sőt, Erdélyből, vagyis Romániából is jönnek, úgyhogy három országból vagyunk most, de mindenki magyar a érdekesség kedvéért, úgyhogy dolgozunk. Mindig vannak nagyon tehetséges gyerekek, akikkel nagyon nehéz ilyen nagy csoportba foglalkozni, hiszen mindössze 5-6 nap áll rendelkezésünkre, hogy egy új anyagot tanuljunk, de én azt hiszem, hogy fantasztikus gyümölcsöt hozott ez a mögöttünk lévő 20-25, vagy nem tudom már pontosan hány év. Pál István Szalonna népzenész szerint az idei tábor egyik célja az volt, hogy felettesse a gyerekekkel az ukrajnai helyzetet. A fiatalok amellett, hogy népművészeti oktatáson vettek részt, kiszakadtak a háborúval terhelt hétköznapokból is. A szülőföldet semmi nem adja vissza, és az biztos, hogy amikor mi az otthoni hegyeket látjuk, az otthoni levegőt szívjuk, akkor rögtön érzed azt, hogy otthon vagy, de én úgy érzem, hogy nagyon nagy százalékban meg tudjuk teremteni, és köszönet ezért ténylegesen a Rákóczi Szövetségnek, hogy olyan körülményeket biztosítanak, amiket mi otthon nem nagyon láttunk soha. A gyerekek kirándulhattak, sportolhattak és pancsolhattak a medencében is, mely szintén népszerű volt egy-egy foglalkozás előtt. De nem lett volna kárpátaljai népzenei tábor, ha a szokásos, szívből jövő örömzenélést ne tartották volna meg a tanárok esténként. A spontán játékra mindig a vacsora után került sor, amit a közönség is nagyra értékelt. Mindezt csak a hagyományos kárpátaljai, mégpedig viski saslik tudta megfejelni, amit minden táborozó jó ízűen fogyasztott el. A szervezők azt remélik, hogy a rendezvényt jövőre már odahaza, békében, Kárpátalján tarthatják majd meg.